Köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, ez itt a Világok harca, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket, Jójárt Krisztiánt, biztonságpolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének Oroszországgal foglalkozó munkatársát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást! Először a nagy képből szeretnék majd az aktualitások felé haladni, és hát a nagy kép, amit itt az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban fel lehet festeni, elsősorban azt, hogy több mint két éve tart ez a háború. Nagyon kíváncsi lennék, hogyha összegezni kéne, nyilván röviden, hiszen az időnk véges, azt, hogy mi történt, mit láttunk itt az elmúlt két évben, hogyan alakult Oroszország geopolitikai helyzete, a világrendben betöltött szerepe, akkor mit tudna elmondani első körben? Hát első körben azt tudnám elmondani nagyon röviden, hogy lényegében ugye Oroszország számára Ukrajna kérdés az 2014 óta egy lezáratlan ügy volt. Ugye orosz nézőpontból ez a háború már 2014-ben sem, a Krimet leszámítva, nem a területekről szólt, a terület az eszköz volt Oroszország kezében annak érdekében, hogy rákényszerítse Ukrajnát arra, hogy lényegében visszatagozódjon az orosz érdekszférába, vagy legalábbis megakadályozza Ukrajna nyugathoz való közeledését, de hát a kettő az kéz a kézben járt. Tehát Oroszország egy hozzá lojális kijevi vezetést szeretett volna látni Ukrajna élén, és hát lényegében, mivel ezt nem sikerült elérni 2014-ben, azóta ugye a háború kérdése az benne volt a levegőben, és úgy gondolta az orosz vezetés, hogy 2022 elejére elérkezett az a pillanat, ugye egyrészt a nemzetközi folyamatok orosz interpretációjából, értelmezéséből adódóan, másrészt pedig az Ukrajnával, illetve az ukrán politikai vezetéssel, mint ahogy az később bebizonyosodott, tehát Ukrajnára és az ukrán politikai vezetésre vonatkozó megalapozatlan várakozások, mindezek együttesen arra késztették az orosz politikai vezetést, hogy megpróbálja katonai erővel megváltoztatni ezt a helyzetet. És hát nyilván, mivel megalapozatlan elképzelései voltak Ukrajnáról, illetve azzal kapcsolatban, hogy is bontakozhat ki egy ilyen háború Ukrajna és Oroszország között, ezért nyilván a kezdeti cél, ami ezt a különleges katonai művelet volt ugye orosz részről, ez lényegében kudarcot vallott, és azóta egy ilyen hosszú, elhúzódó, ipari léptékű erőforrásokat felemésztő háborúban találta magát szemben a két fél, és hát ezt nézzük most már két éve lényegében, miközben az orosz stratégiai célok alapvetően nem változtak. Tudjuk egyáltalán mi, hogy mik azok az orosz stratégiai célok? És ezt azért kérdezem így, mert itt a béke, amikor arról kérdezek itt különböző szakértőket, hogy mikor lehet béke, mi lenne az a béke megállapodás, ami mind a két fél számára elfogadható lenne, akkor az az érzésem, hogy gyakran van egy bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy Oroszországnak igazából mik lehetnek a céljai, akár rövid távon, akár hosszú távon, és nem tudom, hogy itt az elmúlt időszakban megjelent Vlagyimir Putyin interjúk engednek-e bennünket következtetni valami konkrétra ezen a területen? Hát ha a Putyin kijelentéseiből indulunk ki, akkor nem sok kétség van azt illetően, hogy mik az orosz célok, hiszen Putyin legutóbb, hogy az évértékelő beszédében is elismételte, hogy a kitűzött stratégiai célok eléréséig folyik majd ez a háború, majd ugye, illetve tavaly év végén Putyin újfent elismételte, hogy ezek a stratégiai célok pedig nem más takarnak, mint Ukrajna nácitlanítását, illetve demilitarizálását. Tehát lényegében az ukrán államiság felszámolása Oroszország célja, másrészt pedig Ukrajna, az ukrán katonai képességek, a katonai potenciál kritikus mértékű meggyengítése, illetve Ukrajna elvágása a nyugati támogatástól. Tehát ezek a stratégiai célok, hogyha a Putyin beszédeit, kijelentéseit vesszük alapul, akkor nem változtak, és mivel ezek a stratégiai célok nem területi jellegűek, így azt gondolom, hogy a béketárgyalás, a fegyverszüneti tárgyalás felvetése is meglehetősen illuzórikus, hiszen ezek, hogyha ilyen maximalista orosz célkitűzések vannak továbbra is Ukrajna vonatkozásában, akkor itt egy kompromisszum mentén ezek a kérdések, ezek Oroszország számára nem rendezhetőek kielégítő mértékben, ha csak nem hajlandó nyilván Ukrajna feláldozni független államiságát, illetve az ukrán identitást, ami hát alig ha tűnik valószínűnek, és alig ha tűnik elfogadható engedménynek Ukrajna részéről.
tehát nem területekről van szó. Nyilván azzal együtt is, hogy másodlagos jelentősége van a területeknek, hiszen 2022 őszén Oroszország lényegében illegálisan annektálta ugye Herszon, Zaporizsia, Donyeck és Luhanszk ukrán megyéket, miközben egyébként ezen területek, ezen megyék egyikét sem ellenőrizte és ellenőrzi most sem Oroszország teljes egészében. Tehát a minimum területi célja is ennek a háborúnak, ez még továbbra is elérendő orosz nézőpontból, ukrán nézőpontból nyilván Ukrajna teljes területét fel akarják szabadítani, ez az ukrán stratégiai cél, miközben ugye a háború kiinduló pontja, tehát az a stratégiai cél, amit az ukrán független állam felszámolására irányult, ez továbbra is ott van, és ez továbbra is újfent elismétli időről időre Vlagyimir Putyin. Ugye stratégiai célokról beszél, ez azt jelenti, hogy ezek a célok nem pár évvel ezelőtt kerültek, úgymond terítékre, vagy kerültek az asztalra, hanem régebb múltra tekintenek vissza, és ezt azért is kérdezem, mert az én emlékeim szerint, amikor 2022. február előtt szó volt arról, hogy Oroszország megtámadhatja Ukrajnát, akkor nagyon sok szakértő úgy gondolta, hogy ez nem történhet meg, el is mondták, hogy miért, senkinek nem érdeke a háború, és ön volt az, aki pedig inkább amellett tette le a voksát, hogy ez megtörténhet. Ha én jól emlékszem, és ez így volt, akkor mire alapozta akkor már ezt a véleményét ezekre a stratégiai célokra, hogy már akkor látható volt, hogy itt mi az akarat, mi a szándék? Igen, egyébként ketten voltunk, tehát Rácz András kollégám is én voltunk azok, akik azt mondtuk nagyjából 2022. január eleje, közepe óta, hogy a háború az elkerülhetetlennek tűnik. Ugye két dolgot vettünk figyelembe, egyrészt nyilván azt a katonai erőösszevonást, amit az ukrán határ közelében láttunk, ami példátlan léptékű volt egyébként a szovjet felbomlás óta, tehát amikor 2014-ben Oroszország megszállta és elcsatolta a Krím-félszigetet, illetve a Kelet-Ukrajnában támogatta a szeparatista törekvéseket, akkor sem volt ekkora kontingens az ukrán határ közelébe telepítve, tehát a 2021 végén elkezdődött orosz csapattelepítés az példátlan léptékű volt, sőt ugye már 2021 tavaszán elkezdődött ez, de az még egyfajta erődemonstráció volt, illetve valószínűleg a későbbi támadás előkészítését szolgálta, hiszen a nehéz technika egy része az már 2021 tavaszán oda települt, és a személyi állományt kellett csak bemozgatni 2022 elején. Tehát egyrészt volt egy példátlan léptékű csapattelepítés, ennek az elemei magában foglaltak olyan részeket is, amiket mondjuk 2021 tavaszán, amikor ez az erődemonstráció zajlott, akkor még nem láttunk, tehát tábori kórházakat kezdtek el kiépíteni az ukrán határ közelében, Belarusba is települtek jelentős számú orosz erők, elkezdtek ugye hírek kiszivárogni arról, hogy vért kezdenek el felhalmozni, ami nyilván azt jelezte, hogy itt nem erődemonstrációról és nem is hadgyakorlatról van szó, illetve ezzel párhuzamosan, tehát a katonai erő felvonultatással párhuzamosan megkezdődött az a diplomáciai folyamat is, ami ugye a helyzet, vagy az orosz célok tárgyalásos úton való elérését szolgálta. Ugye itt 2021. december közepén Oroszország átadott két hát szerződés tervezetet, egyet a NATO-nak, egyet pedig az Egyesült Államoknak, amiben biztonsági garanciákat követelt saját maga számára, és ebben lényegében irreális követeléseket fogalmazott meg Oroszország, akkor még lehetett azt gondolni, hogy valójában az orosz cél az, hogy nagyot bemondani, és amit ugye ki lehet ebből alkudni, azt kihozni ebből, de amikor január elején elindult a diplomáciai folyamat, tehát leültek tárgyalni az amerikai és az orosz fél, majd ugye NATO keretben, meg EBSZ keretben is leültek az orosz féllel tárgyalni, akkor elég gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy az orosz célok azok totálisak,
tehát nem hajlandó Oroszország kompromisszumra, nem hajlandó engedni. Ugye tudjuk azt, hogy írásban is kértek választ az Egyesült Államok és a NATO részéről, és ennek eleget is tett mind a NATO, mind az Egyesült Államok. Tehát voltak olyan elemei az Oroszország által követelt biztonsági garanciáknak, amelyről a Nyugat és az Egyesült Államok hajlandó lett volna tárgyalni, így például a közepes hatótávolságú rakéták telepítéséről, arról, hogy dandár szintnél magasabb szinten ne folytassanak hadgyakorlatokat egymás határainak közvetlen közelébe, és egy rakás más ilyen bizalomerősítő intézkedésről, erről azt mondta az Egyesült Államok, hogy és a NATO, hogy erről hajlandó tárgyalni, de hát nyilván azokról az orosz követelésekről, amik például arról szóltak, hogy a NATO katonai infrastruktúrája az térjen vissza a 97-es állapotokhoz, tehát ez ilyen formában Magyarországot is érintette volna például, hiszen Magyarország 99-ben csatlakozott a NATO-hoz. Ezekről nyilván azt mondta mind az Egyesült Államok, mind a NATO, hogy erről nem hajlandó tárgyalni. És ugye az orosz diplomácia elég nyilvánvalóvá tette, hogy ez nem egy étlap, amiről válogatni lehet, ahogy Szergej Ryabkov külügyminiszter helyettes fogalmazott, hanem vagy így egy az egyben elfogadja a Nyugat az orosz ultimátumokat, vagy ha nem fogadja el, akkor viselje és vállalja a következményeit. Tehát a katonai erő felvonultatás, illetve a januárban megkezdődött és gyorsan kudarcba fulladt diplomáciai egyeztetés, ezek együttesen azt valószínűsítették 2022. január közepére, hogy valójában ténylegesen Oroszország meg fogja támadni Ukrajnát. Stratégiai célnak minősül az, hogy a NATO térjen vissza a 97-es határokhoz ön szerint Oroszország számára? Tehát egy olyan cél, amit lehet, hogy ideiglenesen nem beszélünk róla, akár kicsit halasztgatjuk is, akár nem teszünk meg mindent a cél érdekében most azonnal, de egyébként ott szerepel a céljaink között. Azt gondolom, igen, tehát amikor ugye megindult ez a háború, vagy hogy az oroszok fogalmaztak különleges katonai művelet Ukrajna ellen, akkor én azt gondolom, hogy orosz nézőpontból ez nem egy bináris történet volt, tehát nem arról volt szó, hogy akkor a tárgyalóasztalnál nem sikerült rendezni ezeket a kérdéseket, és akkor most megtámadjuk Ukrajnát és háború van, hanem úgy látták, hogy a kettő az kéz a kézben együtt jár, tehát úgy vélték, hogyha sikerül itt tényleg egy gyors rezsimváltást végrehajtani Ukrajnában, Ukrajnát demilitarizálni, visszakényszeríteni, egy orosz bábkormányt Ukrajna élére helyezni, és visszakényszeríteni Ukrajnát az orosz érdekszférába, akkor ezekről a tágabban vett európai biztonsági architektúrát újra rajzoló stratégiai kérdésekről, mind amilyen a NATO-nak is a 97-es állapotokhoz való visszatérése, ezekről vissza lehet ülni a tárgyalóasztalhoz, és immáron az erő pozíciójából lehet rákényszeríteni a Nyugatot arra, hogy elfogadja ezeket az orosz követeléseket. De azt gondolom, hogy az orosz távlati cél az valóban ez volt, hogyha sikerül Ukrajnában egy döntő eredményt felmutatni, egy döntő stratégiai eredményt kicsikarni, akkor a Nyugattal vissza lehet ülni a tárgyalóasztalhoz és az erőpozíciójából keresztül vinni ezeket a követeléseket. Az orosz birodalmi logikában, gondolkodásban egyébként ezeknek a perem területeknek mindig volt egyfajta olyan státusz, amit Oroszország szeretett volna megőrizni. És ha jól értettem én meg itt az elmúlt két évnek az eseményeit, illetve Vlagyimir Putyin interjúit, akkor Ukrajnát is egy ilyen perem területnek tartják. És hát még beszélhetnénk ugye a Kaukázusról, Grúzia és a többi Kazasztán, ott is az elmúlt években voltak események. Az ő szemszögükből a Nyugat az, aki ezekre a perem területekre belépett. Ugye azt állítják, hogy a Majdan forradalmával megpróbálták befolyásolni már az ukrán társadalmat, illetve Ukrajnát Oroszország ellen fordítani. Hogyan lehet ez geopolitikai szempontból megoldani egy ilyen egyenletet, amikor van két kvázi most nagyhatalom leegyszerűsítve a képet, és az egyik egészen másképpen értelmezi a jelenlegi helyzetet, mint a másik? Hát kétségtelenül, tehát valóban ez az orosz percepció, és ahogy helyesen elmondta, nyilván ez abból adódik, hogy Oroszország birodalomként létezett, és relatíve rövid idő óta nem birodalomként létezik Oroszország, tehát a Szovjetunió is egy birodalom volt, a szovjet felbomlás óta szűnt meg Oroszországnak a birodalmi státusza.
ami nyilván mentálisan nem szűnik meg egyik napról a másikra, sem az orosz társadalomban, még kevésbé abban az orosz politikai és katonai elitben, aki lényegében ugyanaz, tehát aki a szovjet korszakban is volt, tehát ezek a szereplők, nyilván, hogyha megnézzük Vlagyimir Putyint és környezetét is, már csak az életkorukból fakadóan is, ők a szovjet rendszerben szocializálódtak, ráadásul olyan hatalmi intézményekben, mint a KGB, ugye a Vlagyimir Putyin is szolgált, tehát az ő gondolkodásokat nagyban meghatározza, mind az orosz birodalmi logika, mind pedig ezeknek az erőszakszervezeteknek a működése, ahogy szolgálták ugye az orosz, illetve szovjet birodalmi célokat. Tehát nyilván illuzórikus volna azt várni, hogy Oroszország maga mögött tudja hagyni ezt a birodalmi mentalitást egyik pillanatról a másikra. Nyilván a 90-es évek egy rövid időszakában, rövid periódusában úgy tűnhetett, hogy talán Oroszország hajlandó lesz betagozódni abban a nemzetközi rendszerbe, oly módon nyugat által dominált nemzetközi rendszerbe, oly módon, mint ahogy a más többi kelet-európai államok, de aztán gyorsan kiderült, hogy erről nincs szó. Hogy hogyan lehetne feloldani ezt a képletet? Hát nyilván ugye a történelemben találunk azért erre példákat, tehát volt több olyan birodalom, ami megszűnt létezni birodalomként, gondoljunk itt a brit birodalomra, gondoljunk itt a francia birodalomra, tehát nyilván ez is egy nagyon elhúzódó, hosszú periódus volt, mire ugye sikerült a gyarmati területekről is lényegében kiűzni, ugye mind a briteket, mind a franciákat, de hát látjuk azt, hogy most már megtanultak, tehát a birodalmi mentalitást maguk mögött hagyva, lényegében ugye konstruktív szereplői váltak ennek a világrendnek. Azt gondolom, hogy Oroszországtól is elvárható és jogosan várható el az, hogy maga mögött tudja hagyni ezt a birodalmi mentalitást, de az éppen ugye valószínűleg az volna ennek a szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy ez a jelenlegi vezetés az eltűnjön Oroszország éléről, és egy olyan jelentős katonai vereséget szenvedjen el most Oroszország Ukrajnában, ami elindíthatja azokat a társadalmi politikai változásokat Oroszországban, aminek az eredményeképp majd egy olyan Oroszország születhet meg, ami nem birodalmi alapon határozza meg a saját identitását és saját önmagát, és nem ezek a birodalmi reflexek fogják meghatározni a külpolitikai viselkedését. Jelenleg hogyan látja egyébként ebben a úgymond változó világrendben, amiről itt most már beszélnek szakértők is közel 2 éve, van egyáltalán helye a birodalmaknak? És azért is kérdezem így, mert ugye gyakran a másik oldalról a nyugatot szokták birodalmi reflexekkel, birodalmi külpolitikával vádolni, hogy ott is érvényesülnek ilyen jellemvonások, vagy a lépéseikben felfedezhető egy-egy ilyen mozzanat, és amíg van egy birodalom, addig logikusan, laikusként én azt gondolom, hogy valószínűleg közelebb nagyobb országok szintén gondolhatják azt, hogy ők ezt majd le fogják tudni győzni, tehát akkor ennek sosincs vége. Van létjogosultsága a birodalmaknak? Kell, hogy legyen? Hát ez egy jó kérdés. Alapvetően én a fő problémát egyébként abban látom, hogyha birodalomként beszélünk, mondjuk az Egyesült Államokat egy birodalomként képzeljük el, akkor az érdekérvényesítés eszköztára az ott mit találunk meg az adott birodalom esetében. Tehát, hogyha Ukrajnát nézzük, nyilván itt volt egy befolyási övezetért folyó küzdelem a nyugat és a kelet között, tehát az Európai Unió, az Egyesült Államok az egyik oldalon, illetve Oroszország között a másik oldalon, de hát ennek voltak legitim eszközei, és amíg ugye Oroszország is ennek a versenynek, ennek az Ukrajnáért folyó küzdelemnek a legitim eszköztárával élt, addig igazából nyilván a nyugat részéről sem hangzott el igazából a kritikán kívül más, tehát nyilván amíg megmaradt a legitim érdekérvényesítés talaján a küzdelem, tehát gazdasági ösztönzők, amiket kínáltak például Ukrajna számára. Orosz oldalon nyilván láttuk ennek az ellenpéldáját is, tehát a gazdasági kényszerítés, de hát ezek is még ugye a nemzetközi rendszer, a nemzetközi jog talaján állva elfogadhatónak minősültek. Ami nem elfogadható, az nyilván a katonai erőszaknak az alkalmazása. Orosz részről ugye ezt látjuk, tehát nyilván ez a jelenlegi nemzetközi rendszerben a katonai erő alkalmazása jogilag, morálisan
aki ebben a szerepben, tehát egy kényszerítő, egy ilyen inváziós szerepben, amit Ukrajnában látjuk, ez egész egyszerűen nem elfogadható. A fő kérdés az, azt gondolom, az, hogy mennyire lesz majd egy eljövendő, egy változó világrendben elfogadott a katonai erőszak alkalmazása legitim eszközként, és hát azt gondolom, hogy ez ennek a háborúnak a tétje részben is, hogy elrettentse azokat a Oroszországon kívüli szereplőket, akár beszélhetünk itt Kínáról, akár beszélhetünk itt Iránról, attól, hogy arra ragadtassák magukat, hogy a katonai erőszak eszközéhez nyúljanak. Tehát nyugati nézőpontból az ukrajnai háború kimenetelének és az, hogy milyen eredménnyel ér véget ez a háború, éppenséggel ez a tétje. Az, hogy maga a világrend egyébként hogyan fog alakulni, ugye beszélgethetünk arról, hogy hány pólusú lesz ez a világrend, ugye a 90-es évek után azt láttuk, hogy ez egy egypólusú világrend volt katonai értelemben mindenképpen, ugye az Egyesült Államok dominálta ezt a világrendet, aztán nyilván amiatt, hogy más feltörekvő hatalmak is voltak, elsősorban ugye a gazdasági fölényét kérdőjelezték meg a nyugatnak és az Egyesült Államoknak. Másrésztről azért nyilván itt, ha az iraki háborúra gondolunk például, akkor a nyugatnak az Egyesült Államoknak az erkölcsi fölénye az jelentősen erodálódott, ezt azért fontos kimondani, azt gondolom. És nyilván itt, hogy a következő világrend az milyen lesz, kik lesznek ebben a játékosok, kik lesznek ebben hatalmi központok, azt egyelőre még biztosan nem lehet látni. Ugye az oroszok 98 óta beszélnek arról, hogy itt egy több pólusú világrend fog eljönni. Oroszország ebben a több pólusú világrendben egy fontos hatalmi pólus, egy centrum akar lenni. Egyre távolabb kerül, azt gondolom, ettől éppen az ukrajnai háború miatt, és egyre valószínűbb az, hogy ez a világrend, ez valójában egy kétpólusú világrend lesz, amit Kína fog dominálni, nem pedig Oroszország. És hát ugye a kérdés az, hogy itt azok az országok, akiket Oroszország globális délként hivatkozik, vagy az utóbbi időben globális többségként hivatkozik ezekre az országokra, azok hol fognak elhelyezkedni ebben a blokkosodásban. Ugye Oroszország szereti ezeket az országokat egységes tömbként kezelni, egységes tömbként hivatkozni rájuk. Tehát amikor Putyinnak volt most február végén ez az évértékelő beszéde, akkor itt ugye grafikonokon mutatta, hogy a G7 országcsoportnak a gazdasági jelentősége a globális GDP arányának tekintetében folyamatosan csökken, miközben a BRICS plusz országoknak az aránya a globális GDP-ből az folyamatosan nő, de hát nem látni azt, hogy ez a BRICS plusz országok, ez egy egységes hatalmi tömböt képezne egyébként. Bizonyos dolgokban nyilván ezek a szereplők együttműködnek egymással, bizonyos kérdésekben pedig konkurálnak egymással, bizonyos kérdésekben pedig nem zárható ki akár ezen országok között katonai konfliktus sem. Tehát érdekes az, hogy az oroszok egységes tömbként, mint hogyha egységes tömbként kezelnék ezt a globális délt tömörítő országcsoportot. Itt az elmúlt két évnek a tapasztalatai alapján egyébként mit lehet elmondani arról, hogy hogyan alakultak a hadászati, katonai helyzetek, események, dolgok, stratégiák, ötletek, amelyek működnek akár Oroszországon belül, és ugye itt azzal kapcsolatban, hogy ki hogyan áll, hát nagyon sok szakértővel szoktunk beszélgetni, és van, amikor homlokegyenes más elemzések születnek itt ebben a stúdióban is. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan látja, abban azért sokan megegyeznek egyébként, hogy mind a két fél ez alatt a háború alatt sokat tanult, tehát az oroszok is, illetve az ukránok is az oroszoknak a taktikáiról. Hogyan látja ezt a háborút, hogy merőben megváltoztatja akár az orosz koncepciókat és azt, ahogyan ők a háborúról gondolkodtak? Bizonyos tekintetben igen. Tehát ugye arról már beszéltünk, hogy Oroszország ténylegesen egy különleges katonai műveletet, egy különleges katonai műveletben akarta elérni az Ukrajnával kapcsolatos stratégiai céljait. Ezt nagy részt valószínű alakította az, hogy 2014-ben a Krím elfoglalása során egy hasonló különleges műveletet sikerült Oroszországnak meglehetős bravúrral orosz nézőpontból véghez vinnie.
és azt gondolták, hogy az Ukrajna egészére nézve megvalósítható, és hát miután kiderült, hogy nem, akkor nyilván azzal találta magát szembe Oroszország, hogy Oroszországot nem számítva Európa legnagyobb területű államával, egy jelentős gazdasági és katonai potenciállal rendelkező országgal szemben kell egy elhúzódó háborút megvívnia, ami irgalmatlan ipari léptékben emészti fel a hadi anyagokat, és erre igazából nem volt felkészülve Oroszország. Tehát a szovjet katonai gondolkodás a 80-as évektől kezdve, amikor volt ugye egy hadügyi forradalom, a precíziós fegyverek, meg a különböző szenzorok megjelenésének köszönhetően, akkor az orosz egyébként és a nyugati szakértők is egy nagyon gyors tempójú, manőverező jellegű hadviselést prognosztizáltak a jövő háborújának a meghatározó elemeként, amiben jelentős súllyal esik latba a kontaktus nélküli hadviselés, amikor ugye a levegőből eldöntve nagy távolságú légi csapásokkal, robotrepülőgépekkel, lényegében az ellenségnek a gazdasági és kritikus infrastruktúráját szétszúzva elérhető a háborúnak a politikai célja, és ugye úgy fejleményeznek a háborúnak a vonatkozásában, hogyha nem sikerül ezt a háborút a kezdeti periódusban a háború elején eldönteni, és már pedig ezt nem sikerült, akkor egy ilyen elhúzódó és nagyon nem manőverező jellegű háborúra kell berendezkedni, hanem éppen ugyanezek a technológiai eszközök, tehát a különböző érzékelők, szenzorok és a precíziós lőszerek és csapásmérő fegyverek, ezek egy statikus jellegű hadviselésbe fogják juttatni a háborút, és azt gondolom, hogy ez mind a nyugat, mind az orosz fél számára egy újdonság, és az orosz katonai gondolkodás is ennek a realitásával számolva írja le azt, hogy milyen az új műveleti környezet, amiben az oroszoknak fel kell készülniük. És hát ugye maga az orosz haderő strukturálisan sem volt valójában felkészülve egy ilyen elhúzódó, nagy léptékű, nagy intenzitású háború megvívására, hiszen a 2008-as haderőreform, ami a grúziai háború tapasztalatait vette alapul, illetve a nyugati szereplők, így nyilván az Egyesült Államoknak az megelőző évtizedekben megvívott háborúit, különösen ugye a 91-es öböl háborút, vagy a 2003-as iraki háború tapasztalatait, ugye ebből kiindulva az orosz katonai gondolkodók és az akkori orosz katonai vezetés úgy látta, hogy a nagy tömeghadsereg helyett egy magas harckészültségű és egy kisebb létszámú haderőt kell fegyverben tartania, ami jellemzően dandár szinten alapul, és nyilván arra készültek fel, hogy egy grúziaihoz hasonló kis helyi háborút kell majd megvívniuk, nem pedig egy ilyen nagy intenzitású, lényegében orosz nézőpontból ugye a nagy honvédőháborút, a nem látott léptékű háborút megvívni egy Oroszországgal összemérhető képességekkel rendelkező országgal szemben, mint amilyen Ukrajna. Mindeközben nyilván ez a háború oly módon is hat az orosz hadiparra, hogy akkor elkezdenek több mindent megpróbálni megoldani egyedül, vagy keresnek olyan partnereket, akikkel tudnak ilyen üzleteket kötni. Ugye itt az elmúlt időszakban ilyenekről is volt szó, Kína, illetve Észak-Korea, Irán szerepe is szóba kerülhetne. Illetve most március 14-én beszélgetünk, de tegnap volt egy interjú az állami orosz tévében Vlagyimir Putyinnal, ahol pedig arról beszélt, hogy az atomfegyverekkel kapcsolatos ilyen innovációkat, amelyeket Amerika is elvégez, azzal kapcsolatban Oroszország is szinten tartja a saját erőit. Tehát nyilván, hogy figyelnek most jobban ezekre a dolgokra, mint mondjuk egy pár tíz évvel ezelőtt. Ezeknek milyen hatása lehet? Ugye a hadipar felfuttatása orosz részről nyilván, amivel ténylegesen most próbálkoznak éppen emiatt az elhúzódó háború miatt, ugye ennek is megvannak a korlátjai, amik éppen abból adódnak, hogy a 2008 utáni haderőreform az nem számolt arra, hogy itt egy jelentős mozgósítást kell megcsinálni, mind ugye a személyi állomány mozgósítását értve ez alatt, mind pedig a hadiipari kapacitások mozgósítását. Tehát a mostani orosz hadiipari struktúra az már nem a szovjet hadiipari struktúrát tükrözi, ahol ugye tervgazdaság volt és nagy állami megrendelések, meg nagy állami vállalatok is, ahol mindent ugye a hadiiparnak kellett alárendelni, tehát minden olyan gyár,
ami egyébként polgári termékeket gyártott, rendelkezett olyan kapacitással, amit be lehetett állítani adott esetben a háborús mobilizáció, háborús mozgósítás szolgálatába. Ezek a felesleges kapacitások, ezek nem állnak rendelkezésre orosz oldalon. Ugye, amit csinálnak az az, hogy megpróbálják ösztönözni ezeket a magánvállalatokat arra, hogy növeljék a hadi ipari kibocsátás volumenét. Ugye ezt látjuk akkor, amikor Dmitri Medvegyev időről időre ellátogat ezekhez a hadipari vállalatokhoz, és itt fenyegeti ugye a hadipari vállalatoknak a vezetését nyíltan, adott esetben sokszor ugye Sztálin leveleit idézve, hogy mi vár rájuk, hogyha nem sikerül teljesíteni az állami elvárásokat. De hát nyilván, hogyha nincsenek ezek a kapacitások, nem állnak rendelkezésre ezek a kapacitások, akkor érdemben nem nagyon tudják növelni a kibocsátás volumenét. Amit tudnak, és ugye ezt látjuk a fronton, hogy jelentős mértékben hoznak régről letárolt haditechnikai eszközöket, tehát mondjuk az orosz hadipar most évente képes több mint 1000 harckocsit kibocsátani, de ennek csak olyan 85%-a a valóban új harckocsi. Ugye a túlnyomó többsége az az, amit ugye a 2008-as haderőreform után letároltak, hiszen ezek felesleges kapacitások voltak. Ugye ezeket most kikonzerválják, felújítják, és ezeket küldik a frontra. De nyilván ezek a készletek, ezek végesek, tehát nincs végtelen mennyiségű letárolt harckocsi készlete még akkor is, hogyha ugye 4-5 ezres állományról beszélünk. Tehát ilyen intenzitás mellett azért azt prognosztizálják, hogy 2-3 éven belül ezek a redundanciák, tehát ezek a kapacitások, ezek ki fognak fulladni orosz oldalon, miközben ugye az új harckocsik, meg az új más haditechnikai eszközöknek a gyártását kevés kivételtől eltekintve érdemben nem sikerült valójában növelni. Tehát ez az egyik, ugye a nukleáris fenyegetésre reflektálva, ugye a mostani Putyin nyilatkozatban sok újdonság egyébként nem hangzott el. Azt fontos látni, hogy orosz szempontból nyilván érthető az, amikor a hagyományos katonai képességek azok jelentős mértékben meggyengülnek, már pedig jelentős mértékben meggyengültek. Ugye elsősorban a szárazföldi haderő nem, illetve a légideszant és a tengerészgyalogság önálló haderőnemek, vagy önálló fegyvernemek, ezeknek az elemei gyengültek meg nagyon, és véreztek ki a két év háborúban Ukrajnában. Akkor Oroszország egyre inkább az elrettentésben nagyobb mértékben kénytelen a nukleáris elrettentésre támaszkodni, tehát tulajdonképpen orosz nézőpontból ezek a nyilatkozatok, amik ezt alátámasztják, illetve azok a fejlesztések, amik ezeknek a kapacitásoknak a fejlesztésére irányulnak, tehát a nukleáris kapacitásoknak a modernizálására, ezek teljesen érthetőek, hiszen egyre nagyobb mértékben kénytelen Oroszország a nukleáris elrettentésre támaszkodni. Így van, ugye több ilyen mondat is elhangzott ebben az interjúban, és az is elhangzott többek között, hogy Oroszország, ha már itt megállapodásra kerülne a sor, akkor világos garanciákat kérne még hozzá írásban a nyugat részéről, ugyanis nem bíznak senkiben. Most ezt én így zanzásítva fordítottam le, hogy ne kelljen szó szerint idézni a mondatokat. És beszéltünk itt már a stratégiai célokról. Beszéltünk arról, hogy hogyan gondolkodnak a peremterületekről, a peremvidékekről. Mit gondol, hogy ezek a garanciák, amelyeket írásban kérne Vlagyimir Putyin, miket tartalmazhatnak erről? Bármilyen konkrét elképzelésünk van? Hát nincs, azt gondolom, és illúzió is orosz részről abban reménykedni, hogy ezek után, amit most ugye 2 éve folytat egy háborút Ukrajnában, a nyugat hajlandó bármiféle biztonsági garanciát adni. Tehát a fő kérdés az, azt gondolom, az, hogy Ukrajna milyen biztonsági garanciákat remélhet a nyugattól, hiszen láttuk azt, hogy az ezt megelőző háborúban, háború előtt, illetve meg a 2014-es háború előtt is Oroszország 5 nemzetközi megállapodásban garantálta Ukrajna függetlenségét és szuverenitását. Mind az 5 nemzetközi megállapodást megszegte Oroszország, mind a 2014-es krími annexióval, mind a mostani háborúval. Tehát a fő kérdés az, azt gondolom, hogy inkább az, hogy Ukrajna milyen biztonsági garanciákban reménykedhet, és kik fogják garantálni Ukrajna területi integritását és függetlenségét Oroszországgal szemben, hiszen bármit aláír Oroszország, az azt gondolom, hogy az előző évek tanúsítják, meg világosan rámutattak.
azok orosz nézőpontból ők úgy látják, hogy rájuk nézve nem kötelező betartani. Tehát azt gondolom, hogy itt a fő kérdés az, hogy Ukrajna milyen biztonsági garanciákban reménykedhet. Oroszország nem hiszem, hogy bármi ilyesmiben reménykedhet, illetve azok a követelések, amiket ugye Oroszország megfogalmaz, amik ugye azon alapulnak, hogy itt orosz nézőpontból kizárólagos érdekszférákról, befolyási övezetekről van szó, és hogy ezekben az övezetekben Oroszország lényegében kizárólagos befolyással, ellenőrzéssel rendelkezzen. Ezeket ugye nyilván a nyugat nem is tudja garantálni, és nem is hajlandó garantálni. A következő napokban tartják az orosz választásokat, Vlagyimir Putyinnak 3 kihívóval kell szembenéznie, de úgy gondolom, hogy sok meglepetésre nem lehet számítani azzal kapcsolatban, hogy ki lesz ezek után, a választások után az elnök Oroszországban. Viszont Amerikában is lesznek választások, és ezzel kapcsolatban Vlagyimir Putyin ki is fejtette a véleményét, és úgy fogalmazott egy interjújában, hogy ő jobban szeretné, ha Biden maradna az elnök, mint hogy Trump. Ezzel kapcsolatban kérdezném a véleményét, hogy ennek a háborúnak a tekintetében mennyire fontos az, hogy ezekben a pozíciókban ki van, hogy Vlagyimir Putyin marad, hogy Biden megye vagy marad, mennyire lényegesek ezek, vagy pedig ezek azért a személyeken túlmutató problémák, amelyeket itt adminisztrációknak kell megoldania? Azt gondolom, hogy orosz részről mindenképp lényeges Putyinnak a személye, hiszen itt látjuk, hogy egy nagyon erős autokratikus, már-már ugye az utóbbi, főleg a háború óta kvázi diktatúrikus berendezkedésről van szó. Tehát Vlagyimir Putyinnak a személye az azt gondolom, hogy fontos, és valószínű, hogy Vlagyimir Putyinnak a személye fontos volt a tekintetben, hogy ez a háború egyáltalán megindulhatott, függetlenül attól, hogy Vlagyimir Putyin környezete sem gondol adott esetben olyan nagyon mást, vagy máshogy mind a nyugatról, mind Ukrajnáról, de azt gondolom, hogy az, hogy a háború megindult, ez Putyinnak az egyéni döntése volt. Tehát, hogyha Putyin kikerülne a képből, akkor az a szükséges, de nem az elégséges feltétele lenne, én úgy látom, ahhoz, hogy béke lehessen. Hát adott esetben egy Putyint követő új orosz vezető, vagy hogyha Putyin után esetleg egy kollektív orosz vezetés jönne, akkor adott esetben az nagyobb hajlandóságot mutathatna a tárgyalások, a kompromisszumos megoldások irányába, de amíg Putyin van hatalmon, addig azt gondolom, hogy erre nem érdemes számolni, annál is inkább nem, hiszen a Putyin rezsim nézőpontjából ez egy egzisztenciális háború, tehát a rezsimnek a fennmaradása az a háború kimenetelétől függ. Ugye az orosz társadalom, ahogy a történelem folyamán láttuk, lényegében mindent hajlandó megbocsátani ugye a saját diktátorának, kivéve a katonai vereséget. Nyilván ezt szem előtt tartva a putyini vezetés is azt gondolom, hogy ekképp gondolkodik az ukrajnai háború tétjéről. Nyugati oldalon én kevésbé látom, noha ott is nyilván Trump egy nagyon radikálisan más külpolitikát hozhat be, de azért orosz vagy amerikai oldalon én azt gondolom, hogy egy nagyon jelentős stratégiai kontinuitás van, tehát az előző Trump ciklus alatt is azért azt láttuk, hogy az Egyesült Államok stratégiai érdekeinek vonatkozásában nem volt olyan nagyon jelentős eltávolodás. Nyilván retorikailag nagyon más volt az, hogy Trump politizált, mint az elődjei, de ezzel együtt a nagy stratégiai céljai az Egyesült Államoknak azok nem nagyon változtak. Azt gondolom, hogy ebben lehet reménykedni, hogy Trumppal is adott esetben, ha most újra Trump jön vissza az elnöki hatalomba, akkor nem nagyon fognak ezek változni, és azt hiszem egyébként, hogy az orosz percepció is erről ugyanez lehet, és amikor Vlagyimir Putyin arról beszél, hogy számára egy Biden elnökség valójában előnyösebb volna, akkor nem biztos, hogy arról van szó, hogy valójában itt ilyen dupla gondol van, és Vlagyimir Putyin azért mondja ezeket, mert valójában nyilván egy Trump elnökség az, amitől sokat vár, és azt szeretné, és azzal, hogy Bident azt mondja, hogy a Biden elnökségnek örülne jobban, akkor azzal valójában Trumpot teszi eladhatóbbá az amerikai szavazópolgárok számára.
nem feltétlen biztos, hogy erről van szó, tehát ténylegesen lehet az, azt gondolom, az orosz kalkuláció, hogy egy Biden elnökség éppen amiatt lehet előnyösebb, hiszen sokkal kiszámíthatóbb orosz nézőpontból tudják azt, hogy mit várhatnak Bidentől. És hát ugye az előző Trump ciklussal kapcsolatban is, amikor azt gondolom, hogy orosz részről kétségtelenül nagyon magasak voltak a várakozások, akkor csalatkozniuk kellett, és ezt akkor is több orosz külpolitikai elemző elmondta, hogy hiába volt Trump az elnök, hiába mondott Trump nagyon hízelgő dolgokat sok szempontból, vagy sok tekintetben orosz nézőpontból, igazából nem tudta beváltani az ígéreteit, hiszen maga az apparátus az Egyesült Államokban, az amerikai bürokrácia, az egy nagyon nagyfokú intézményi stabilitást jelentett, tehát nem nagyon lehetett kimozogni az amerikai stratégiai érdekeket figyelmen kívül hagyni, és azt gondolom, hogy most is lehet ez az orosz kalkulusz, hogy egész egyszerűen hiába jönne Trump, hiába mondana nagyon hát hízelgő dolgokat Putyin számára, valójában nem tudná ezeket teljesíteni, és az Egyesült Államoknak a külpolitikai magatartása az érdemben nem változna, viszont adott esetben sokkal kiszámíthatatlanabb lehetne egy Trump elnökség az, hogy Trump adott esetben hogyan reagál, akár Ukrajna vonatkozásában is, tehát hogyha ugye Trump azt ígérte, hogy egy nap alatt békét teremt Ukrajnában. Nyilván ennek lehet egy olyan olvasata, hogy Trump fogja és odadobja Ukrajnát Oroszországnak, de lehet ennek egy olyan olvasata is, hogy amennyiben nem tudja Trump rákényszeríteni Oroszországot a békére, akkor hajlandó akár eszkalálni és sokkal nagyobb katonai támogatást adni Ukrajnának. Akkor egy utolsó kérdést még engedjen meg, ugye itt a nyugati stratégia is szóba jött már, és Putyin körülbelül egy évvel ezelőtt beszélt arról, lehető korábban is, hogy a NATO-nak az egy terve vagy célja lenne, hogy Oroszországot felosszák, de hogy Oroszország darabokra essen, és ez többször megjelent itt az elmúlt két évben különböző cikkek vagy média hírek formájában, és ebben a tegnapi interjújában is tett egy-két finomabb célzást arra vonatkozóan, hogy a nyugat számára nem kell kedvező az, hogy Oroszország ekkora és ilyen méretekben létezik. Mit gondol, hogy valóban realitás lehet a nyugat részéről egy ilyen gondolat, illetve mit jelentene a térség számára, hogyha Oroszország nem is mondjuk közvetlen nyugati beavatkozás által, de valamilyen módon szétesne? Azt gondolom, hogy ez egy horrorisztikus forgatókönyv a nyugat számára, és ezek a megfejtések orosz részre, ezek egyébként korán sem újak, tehát már a szovjet időszakban is ezek az összeesküvés elméletek, ezek nagyon élénken éltek az orosz-szovjet gondolkodásban, hogy itt megpróbálná ugye a világ legnagyobb területű országát feldarabolni a nyugat, lecsapni az orosz erőforrásokra, és meggyengíteni Oroszországot. Nyilván Oroszország stratégiai meggyengítésében feltétlenül érdekelt a nyugat, különösen az Egyesült Államok, de abban, hogy itt egy darabjaira hulló Oroszország legyen, hát azt gondolom, hogy amikor itt ugye 1800 talán a stratégiai nukleáris hordozóeszközöknek a száma, vagy a robbanófejeknek a száma, és hogy a harcászati nukleáris töltetek tekintetében több ezer darabban rendelkezik Oroszország. Na most egy ilyen anarhiába süllyedő, darabjaira hulló Oroszország, ahol különböző új államalakulatok születnének meg, adott esetben több új ország atomhatalommá válna, hát azt gondolom, hogy ez a lehető legrosszabb forgatókönyv lenne az Egyesült Államok és a nyugat számára, tehát ha valami, akkor ez az egy, amit biztosan el akar kerülni a nyugat, de azt gondolom, hogy ennek nincs is egyébként realitása, tehát még egy meggyengült Oroszország esetében sem látni azt, hogy itt kiválnának entitások, tagköztársaságok az orosz szövetségi rendszerből, tehát nem nagyon látni ezeket a szeparatista törekvéseket, ugye Csecsenföld esetében ezt láttuk, ugye a 90-es években, de hát ezt Oroszország gyakorlatilag vérbe folytotta. Nem nagyon látni, hogy volna olyan régiója Oroszországnak, ami mind képességgel, mind akarattal, szándékkal rendelkezne, hogy kiváljon az Oroszországi Föderációból. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy életszerű forgatókönyv,
nem igazán reális ezt várni, és azt gondolom, hogy a nyugat meg egyáltalán nem akarna egy ilyen forgatókönyvet. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Jóért Krisztiánnal beszéltem, biztonságpolitikai szakértővel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének Oroszországgal foglalkozó munkatársával. Köszönöm. Köszönöm.